Nagy erőkkel folyik a munka Nyírt ura határában. A Magyar Közút néhány hete kezdett el dolgozni a település két különböző pontján, annak a programnak a keretében, amely még 2018-ban indult el, az ország több mint 5000 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellékútján. A 4-es szám fő mindkét oldalára induló útunk meg fog újulni, az egyik a Táncsis Mihály utca kezdődően és az első Nyíradonyig tart, a másik pedig Kemes irányába a teljes belterületet érintve meg fog újulni. Ez a teljes új aszfaltburkolat, patka csere megerősítés, helyenként szegélyek cseréjével és teljes szerkezet megerősítéssel. Tudomásom szerint a nyíradonyi szakasz az több mint 9 kilométer, mely minket egy olyan 1,7 kilométer érint teljes kül- és belterületen. A Kemecs irányába több mint 4 kilométer fog megújulni, ez a teljes nyíradonyi belterületi szakaszt fogja érinteni. Az önkormányzat már évek óta szerette volna felújítani ezeket a szakaszokat, azok rossz állapota, például a rajtuk lévő sok kátyú miatt. A lakosok részéről is régóta igény volt a munkálatok elvégzésére. Rengeteg levelet kaptam, és mivel nem önkormányzati út, ezért én is próbáltam továbbítani, meg tenni lépések irányába. Főleg az Aranyos utcánk eléggé terhelt gyalogos forgalommal is, meg teherforgalommal egy nagyon komoly átutazó, áruszállító réteg, és ebből kifolyólag nagyon sok kamion közlekedik. Ezek is okozták a folyamatos kátyúképződést. Ha ez elkészül, biztos, hogy le fog csökkenni annak kockázati tényezője, a lakások repedése és a folyamatos károkozás, mert ilyenekről is sajnos volt a múltban szó. A toppos útfelújításoknak köszönhetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2018-ban közel 20 kilométernyi, egy évvel később 37, 2020-ban mintegy 8, idén pedig várhatóan nagyjából 15 kilométernyi útfelújítása valósulhat meg, Nyírt ura mellett több más települést érintve. Vásárosnaményi és Mátészalka belterületi szakasza, valamint a 41-es számú főúton napkorona és leveleken két körforgalom építése valósulhat meg. Ennek a programnak köszönhetően tervezzük további 6 útszakasz felújítását, mely érinti Komlót, Tótfalú, Fehérgyarmat, Bökönny, Jánkmajt is, Szabosveres, Mart és Tiszadob településeket is. A Magyar Falu program keretén belül a 2021. évben 49 útszakasz felújítását indítjuk el, összesen 98,7 km hosszon, több mint 11 milliárd forint értékben. Ezen kívül további 3 másik forrásból is végeznek ebben az évben hasonló munkálatokat. A fejlesztések elsődleges célja a közlekedés biztonság javítása és az, hogy rövidüljön az utazási idő az érintett szakaszokon.